Az 1950-es évek az egyik legérdekesebb korszak volt a magyar film történetében. Az újabb vesztes világháború után kritikusan értékelődik a múlt, új társadalmi rend volt kialakulóban, és fiatal tehetségek egész sereje, mint Ferrari Violetta, zseniális, Sós Imre, Sinkovics Imre, Besenyei Ferenc és mások jelentek meg nagy számban a filmvászonon. És ami a legfontosabb, az 1950-es években készült magyar filmek valóban valóban népiek, mély magyar filmek voltak. A nincs terem agrárpoletárok, zsellérek, kubikusok, napszámosok világlátását és gondolat, gondolatait, érzéseit jelenítették meg ezek a filmek. A 20. század elején a magyarországi társadalom negyede tartozott ebbe a csoportba, ebbe az agrárpoletár, zsellér, kubikus, napszámos rétegbe akkor hát akkor kb. 100 évvel ezelőtt 40% körül volt a birtokos parasztok aránya, de ezek jelentős része nem magyar, hanem sváb volt. A magyar társadalom többi harmadát pedig a városi lakosság, a munkásság, illetve az arisztokrácia tette ki. Az 50-es években a nincstelen zserérek, cselédek, napszámosok, szenvedélye, dühe, érzésvilága minden korábbinál erőteljesebb módon, és talán azt sem túlzás azt állítani, hogy novumként nyert teret az ekkori időszak filmjeiben. Ugye emlékezhetünk, hogy ezt a típust milyen emlékezetesen jelenítette meg Sós Imre a körhintában. Mint ez együtt persze a kommunista rendszerbe simuló elemekkel, olyan toposzokkal, mint a reakciósok és a szabotőrök elleni harc, a személyi kultusz, a Szovjetunió tömjénezése, a munka kultusza, ami különösen szélsőséges formában az örkény István által írt Becsület és Dicsőség című filmben jelent meg, amiben az emberi létezés teljesen kitöltötte a dicsőségesnek ábrázolt, valójában önkizsákmányoló munka. Továbbá az 50-es évek címének jellegzője volt a fiatalság dicsérete, a sport és a testkultúra magasztalása, valamint a magyar népi kultúra piedesztára állítása, mint a néptánc, a megjelent egyfajta patriotizmus, persze korlátozott formában, tehát mondjuk Trianon az tabu prima volt, de emellett egyfajta patriotizmus, az egyszerű népi formák preferálása a mesterkét műséggel szemben. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a második világháború utáni időszak az a baby boom korszaka nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. A világ égés borzalmas emberveszteségeit gyító módon orvosolták a társadalmak. Ebben a helyzetben legalábbis az engedékenység légköre övezte a testiséget, és hát ne felejtjük, hogy az 1945 utáni baby boom nemzedék fogja véghez vinni majd a 60-as években a nagy szexuális forradalmat. Az 50-es évek Magyarországán nem csak a társadalom természetes őreprodukciója, hanem az állami politika is hajtotta a gyermekvállalást. Ugye ez az nevezetes ratkó korszak, amikor plakátokon hirdették azt, hogy lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség. Röviden ez a történelmi kontextus annak, hogy az 1950-es évek magyar filmjeiben a korábbiakhoz képest bátrabban jelent meg a testiség, sőt, némi finom erotika is. Lássunk három ilyen filmet, amelyek ezt, ezt alátámasztják. Az egyik az 1951-ben mutatott civilapályán, című film, ami a Rákosista kurzus egyik ö, nagyszerű filmalkotása, és amiben látványosan jelennek meg a fentebb ismertet elemek. Keleti Márton filmjének fő célja a sport, a testkultúra mozgalom dicsőítése. A szép magyar fiatalok lát, szép magyar fiatalokat láthatunk ebben a filmben, akik a reakciósok akna munkája közepette, viszik diadalra a sport, és az egészséges életmód ügyét. Ez egy lendületes, derűs, optimista, kicsengésű film. Féle vidám film, aminek főszereplői az zseni, az elképesztő zseni Sós Imre, és a varázslatosan gyönyörű Ferrari Violetta volt. A Ferrari Violetta a rákosi korszak egyik legünnepeltebb színésznője volt, aki amúgy 1956-ból elhagyta Magyarországot. 2014-ben halt meg. A 90-es évek végén visszaköltözött Magyarországra. És a testkultúra mozgalom a Szovjetunióból eredt, ahol a nagyobb ünnepeken látványos felvonulásokat tartottak fiatal, szép testű sportolók. Ezt a szokást a Rákosi vezette Magyarországon is átvették. A civil a pályán tulajdonképpen ennek emléket. A filmet tömegesen szerepelnek az alig öltözött fiúk és lányok, ami a magyar filmtörténet egyik legerotikusabb töltető alkotásává teszi ezt a műfajában könnyű, szórakoztató darabnak szánt filmet. A film egy része a Balatonon játszódik, ahol ö, dolgozó fiatalok üdülnek a voltából, persze fürdőruhában, amit... Ö, mutatnak is a filmben. A, más, a, korszak másik különösen erotikus töltető filmje, az 1955-es egy pikoló világos, Rutkai Éva főszereplésével. Máriási Félix filmje egyben István legendás képeivel a pesti fiatalok életét ismerteti meg az 1950-es évek közepén. Tehát itt már, itt már túl vagyunk a rákosi korszakon ez a hát már a Nagy féle enyhülés időszakában, illetve abban az átmeneti periódusban készült, ami Nagy Imre miniszterelnöksége és a 56-os októberi események között volt. Éppen ezért ez már egy ideológikus, ö, politikus töltetű alkotás, vagy kev kevésbé ideológikus, ö, politikus töltetű alkotás, mint amilyen mondjuk a civil a pályán volt ebben a filmben a témáját tekintve is, tehát már nyílt módon a témáját tekintve is, központi szerepet foglal a szexualitás. Mindjárt a film első jelenete, ben láthatjuk a melltartót láthatóan nem viselő Rutkai Évát és Bicskei Tibor, vagyis Marci, illetve Juli beszélgetését egy ócska pesti bérház lépcsőjén, ami megadja a film erotikus energiákkal teli alaphangját. A film főszereplője Juli, modern lányként szabad életre vágyik, és hát el, idézőjelben elbukik, nem tudja megvárni a katonai idejű töltő kedvesét. Viszont ebben a helyzetben a bukott lány Juli az, aki progresszív, aki egy felszabadult nő, aki nyíltan meg akarja élni a testiség örömeit, míg a fiúja Marci, aki szakít vele, inkább ilyen, hát ha nem is aszexuális, de inkább ilyen konzervatív. A konzervatív oldalt jeleníti meg. Júli azt is bevallja Marcinak, hogy akivel lefeküdt, az semmit nem jelentett neki. Csak úgy jött, mondja, butának nézik az olyan lányt, aki nagy ügyet csinál az ilyesmiből. Ebben a filmben egyébként egészen nyíltan szexista jelentek is vannak, mint amikor a bringázó öcsi leplezetlen kíváncsial szemlélgeti az előtte ö, bicikliző lányok seggét. A következő film az a minden idők egyik legszebb magyar filmje, a Bakaruhában. Fehér Imre rendezése, Darvas Iván és az elképesztően gyönyörű Bara Margit főszereplésével. A történet középpontjában egy megesett cselédlány, Vilma van, aki hát euh, ugye bebújik euh, a, az újságírót alakító Darvas Iván ágyába, vagyis elcsábítja őt Darvas Iván, és hát ilyetén módon úgymond elveszíti tisztaságát, elbukik. Mégis az a bukott cselédlány elkölcsileg mégis messze felülemelkedik a vele cinikusan játszadozó újságíró ficsúrom. A bakarúában megjelenő cselédlány alak már már naív és tiszta, Ez egy városba került falusi lány, és annak ellenére, hogy Ilyen testi kapcsolatba keveredett ezzel az újságíróval. Erkölcsileg mégis vetetetlen. Ez szemben áll az egypikuló világos, progresszív Juliával, aki bizony link és felelőtlen alak is. Az egypikuló világos egyébként ebben az értelemben inkább a féle dialógus jellegű, ami a néző dilemma elé állítja, hogy kinek van igaza. A progresszív és laza erkölcsű lánynak vagy a testiséget, illetően inkább konzervatívabb természetű fiúnak. A bakarúában viszont erősebben kidomborodik a női oldal erkölcsi igazsága, kicsit ilyen folklorisztikus módon, de mégis az erdélyi származású baramargi túláradon gyönyörű, és az egyik legszebb és legvonzóbb magyar filmes alakot hát jelenítette meg ebben a az alkotásban.